túl aggodalmas embereket, szülőket, vagy más néven a pikezsi a gyárakat. Mindenkiben van félelem szerintem, ez természetes dolog, meg aggodalom. Hogyha az ember szülő lesz, akkor ráadásul nem csak saját maga miatt, hanem a gyermeke miatt is aggódik. De van egy határ, amikor a túlzott aggodalomból már inkább jóslatok lesznek, hogy az ember felfesti a legrosszabb forgatókönyvet, és azzal lendülettel be is vonza azt. Az én életemben a legnagyobb negatív ember, tényleg a negatív Nostradamus, az igazi prikezsi agyán, az édesapám. Aki nem tudna, mit jelent a prikezsi, a balsz, sors, rossz szerencse, szerencsétesség, szóval amit el tudsz képzelni, és negatív. Most az én apámnak felém nem intelmei vannak, hanem jóslatai. Aminek legtöbbnyire én iszom meg a levét, a kárát, csak én látom. De tényleg bevonza az életembe, mint a Family Fosztos kocsi a cukros kisgyerekeket. Apám ezt csinálja velem, de mondok egy-két példát, hogy értsétek, hogy miről is beszélek. Nemrég kimentem Németországba fellépni, már éppen hajtottam volna fel így az autópályára, apukám felhív, hogy Lacikám, jó utat, vigyázzál magadra, fiam. Ja, remélem, eurót vittél magadra, hogyha megbüntetnének a rendőrök. Már Bécsben megbüntettek a rendőrök. Németországig ki se jutottam. De mondok másik példát. Apám hívott, fiam, felraktam neked az új gumikat, nagyon jó, csak vigyázzál el, nehogy valami belemenjen. Másnap reggel, amikor kiparkoltam az autóval, 2 csavar ment bele a gumiba. 2, nem 1, 2 parkolás közben. Na most az én édesapám az elméjével képes befolyásolni az én jövőmet. Tűpontosan. Egy baj van, hogy az én apám ritka negatív ember. De nem csak az én apámról van szó, mert más szülők is ilyenek. Én most a szülőknek szólok elsősorban. Jön a nyár. A gyerekekkel történnek balesetek. De ne asszisztáljatok már hozzá. Mert tényleg a szülőknek nem intelmei vannak, meg aggodalmaik, hanem rendesen úgy mozgatjátok a szálakat, hogy a gyerekkel tényleg megtörténjen. Az egyik kedvencem az, játszótéren vagyunk. A gyerek csüng a mászókán, koncentrál, érzi magában a pókembert, az legifjabbik ripper testvért, és a távolból jön egy hang, le fogsz esni a kurva anyádat! Ekkor a gyerek megrémül is, mi történik? Leesik. Vajon akkor is leesett volna, hogyha a szülő nem kezdett kiabálni torka szakadtából? Ez az egyik kedvencem. A másik, nyáron a gyerekek azért mennek le a játszótérre, hogy jól érezzék magukat. De mielőtt elkezdődne a játék, a szülő már stresszt rak a gyerekbe, meg gátakat. Mert hogy engeditek útra a gyereket? Hogy játszol? Fiam, menjél, játszál a többi gyerekkel, igen, érezd jól magad. De úgy játszál, hogyha csinálsz valamit, vagy történik veled valami, akkor még meg is verlek. A gyerek elindul. Ja Istenem, csak ne verjenek meg. Ja Istenem, csak ne verjenek meg. Ha, de cuki kiskutya, biztos nem harap. De. És az egésznek, az egész ilyen pikezsia, meg átokszórós dolognak a krémje, az igazi íze, az nem más, mint a mondat. Az események után, amikor tényleg ott fekszel a homokozóban, törött csontokkal, a taknyú nyálat folyik, és oda jön hozzád a szülő, és még lelkileg is megaláz. Mert nekem, szerintem az összes ember utálja ezt a mondatot. Mert odalép a szülő is azt mondja neked, látod fiam, megmondtam. Hazatértünk, drága szomszédok, hogy tegyem a látok? Újra együtt itt, a pusztulatban, a Hello! Le tudsz vágni? Aha, egy jön, azt utána mindjárt jó. Jó, oké, siessék. Hello, sziasztok! Ciao, szia, gyere! Ne! Hát új a szék! Hát mit csinálsz? Nem szabad, ez nem izé fellépő, ez láttartó érzéssel fogod, terpesz, és mint a lúgnyi combból beleülsz. De ezért nincsen nőt. Ha nem tudsz rá vigyázni, mennyi nem is vágunk be. Édes jövök többet. Hello! Drága széket megeszik öcsém. Fél perc alatt. Na, kivel eszítettél? Nem tudom, azt most a vendég nem akarja, hogy levág. Próbálta meggyőzni, nem? Akkor ide, soha többet ne jöjjön. Na gyere, akkor ülhetnek. Jó, halott is. Mit csinálsz? Hát nem hiszem el!
Hát te nem tudod, hogy így kell beleülni? Meg kell mutassam, hogy kell beleülni. Így kinyomod a bult, és ennyi. Érted? Jóval. Na, te nem veszek egy. Jóval. Ráteszed a lábadat. Számon. Tényleg így elindult számomra az élet, hogy az első nagyon nagy dolog számomra az volt, hogy a hatházi lackódgalom nem kell bemutatni az öreget, felkért, hogy legyek az előzenekara. Ez az egy nagy dolog szerintem. Még nem csak engem kért fel, hanem... Deniszt is. És akkor még Deniszen jobban voltam, mert nem ismertem őt annyira. És azonnal hívtam, tesó, te beszéltél az öreggel? Tényleg, egy élő legenda visz magával kettőnket. Tehát vajon miért pont kettőnket? De rájöttünk. De az öreg úgy van vele, hogy színre szint. És akkor... Vagy a Bantum megy, vagy én. De egyébként jó dolog ez az előzenekarkodás, mert én mindig azt mondom, hogy az embernek olyan emberekkel kell magát körbevenni, akire fel lehet nézni, akitől lehet tanulni. Na, a hatházi nem ilyen, de jó vele menni, meg egyébként nincs sok dolgunk így, mint előzenekar, hogy ha például Pest megyén kívülre megyünk, akkor nekünk kell vezetni az autóját, nekünk kell elkezdeni az előadást, szemetet levinni nála, kertjét rendbe rakni, egy csicska meló, úgyhogy valahol el kell kezdeni. És volt, hogy ilyen többnapos turnéra vitt el magával a Lackó, és nem érte meg visszajönni Budapestre, és megengedte, hogy ott aludjak nála Debrecenben. Megjegyeztem a címet. Szóval, akinek kell, bemondom most. Mentek, lakatos küldött. Biztos beenged. És ott aludtam nála Debrecenben, és én pesti vagyok, itt lakom. A tábla, Práterstrassén, itt a szomszédban, és 8. kerületi vagyok, amióta az eszemet tudom, és akkor így megyünk Pest megyén kívül, az a friss levegő, az a nyugalom átjár engem. És ott aludtam az öregnél, Debrecenben, felébredtem, mondom, tényleg levágom a füvet, na! Pater, adjat, hagyd próbáljam ki! Aztán el is törtem, de hát még, aztán még mindig nem jött rá. És én nem vágtam még soha füvet, mert hát, amit a Józsefvárosban, bérházba, körfolyosó, milyen füvet vágtam volna, érted? Nem is láttam úgy füvet. Láttam, de az nem olyan. Na! És életemben először elkezdtem füvet. Én nem tudtam, hogy az ennyire fárasztó egyébként, hogy másnap olyan izomlázam volt, hogy úgy éreztem olyan a hátam, mint a fonott klácsolom, ez igen. Úgyhogy elkezdtem füvet vágni, és nagyon elfáradtam, szóval először félmeztelen voltam, amire kész lett a kertén egy szálfecskébe. Ez igen, ez igen. És a hatházi azt mondta nekem, hogy ez egy win-win szituáció, hogy mind a két félnek jó. Neki azért, mert szépen le lett vágva a fű, megijeltem a hajlamot a fűnyíróval. Csak hát másnap kiderült, hogy itt azért van legalább még egy fél, a szomszéd. Ő nem volt annyira happy. Mert azzal a tudattal feküdt le aludni, hogy egy karinti gyűrűs rumorista a szomszédja. Én ezzel még izdáskodnék is. De reggel ott felébredt, kavargatja a kis kávéját, szipál szemmel, átnéz a szomszédhoz. És annyit lát, hogy egy 120 kilós cigány gyerek egy szál fecskébe. Adjon Isten! Neked nagyon semmit, öcsém. Marika, költözünk. Kerítésben az árad, ennyi platincset. Szomszédnak láttam, hogy a szemébe az ingatlanjának az értéke az így. Az, hogy Black Friday, mi? Bátya megjött. Szeretek menni a Lackóval, amúgy egyetlen egy dolog van, ami nekem nem tetszik, hogy mivel tényleg több mint 30 év vagy a színpadon van, őt mindenhol megismerik az emberek, és meglátják őt így, megörülnek, és felszalad az embereknek a hangszíne, hogy művész úr drága! Ez nekem annyira nem színpi. Mondjuk nem akarok álszerénynek tűnni, mert van, hogy azért már engem is megismernek, de könnyű különbséget tenni. Szóval akkor ez a művész úr drága! Na ez a hatházi. Úgyhogy például az van, hogy... Tecsó! Akkor meg engem ismertek.
Többnyire férfiak ráadásul. Nem én vagyok az. És volt olyan, hogy szintén indultunk ide, és egy kicsit késtem, mert én nagyon szeretek írni, hogy nagyon tudok aludni, de az öreg fogta magát, és bement egy hangszerboltba nézni, mert még gitározni is tud. És ott a boltban két hölgy volt az eladó. És én kívülről láttam, hogy a hölgyek azonnal rákezdtek, nem bírtak magukra. Az nem a hatházi? Úristen, de... Élve milyen magas mi? Te ez most fogyott vagy? Negyvenhetes a lába. Művész úr! Te oda nézze, még gitározni is tud, tisztem, hogy mondjam az Antonio Banderas, nem? Az öreg hatházi Antonio Banderas. És akkor benne megszólal a kis ördög, hogy hát nekem az oda be kéne mennem egy cseppet. Megkavarni a dolgokat. Fogtam magam, bementem, Lackó volt egyik végén, a másikba, és elkezdte neki kiabálni. Apu! Apu! Ennek ez a fia basszus. Akkor ennek tudod ki az anyja. Nem a Bangó Margit, a másik. És az érnek az érekbe menne? Szóval mondjad, kisfiam! Apu, a zsigulinak a kulcsát, azt dobd már ide! Itt van kisfiam, de a csomagtartóban jön, mert benne van a kokain meg a lányom. Hát ez nem az Antonio Banderas. Ez a Csóri Béla basszus. Ha látok, hogy valaki kiabál, hogy apu, lehet, hogy jövök ott a hatháziba. És nekem a Lackó tényleg olyan, mintha már családtagom lenne, hogy nem csak ő, hanem Denis is, nem véletlen van közös estünk. Így osztottak be minket. Nem ennyire rossz a helyzet. Rosszabb? Nem, rosszabb. Mert szerintem az emberek között egyébként egyetlen egy különbség van, hogy mindenkinek más az értékrendje, más a fontossági sorrend. Most nekem például a legfontosabb az életem, mert az egyértelműen a családom. Na. Meg az étel. Még az étel az egy kicsit fontosabb, mert hát nincs kaj, akkor család se lesz sokáig. Most... Bármit lehet mondani. De tényleg szerint az, hogy kivel osztod meg az ételt, hogy kivel eszel, az a legbensőségesebb dolog a világon. Hát én meghallottam ezt, hogy Denisnek a párja heti kétszer főz. Anyám megpróbálta volna bejátszani Andi. Nem sokáig lett volna az anyám, szóval, hogy így... Hát a nőnek a feladat az, hogy tényleg táplálja a férfit, a gyereket, ők lehet, hogy Deniszt akkor csak heti kétszer szoptatta az anyja is. Nekem így ez a főzés, ez az ebész tényleg első helyen áll, szerintem ez látszik is rajtam, hogy amikor én például ismerkedek valakivel, én előbb kérdezem meg azt, hogy tud-e főzni, mint hogy van-e barátja. Ha van barátja, azt lehet orvosolni, nem? De ha egy nő nem tud főzni, az valami másban jártas. Ugyanúgy kirántja a hús, csak... Meg nekem még a papám mondta ezt, Isten nyugasztalja, hogy kell egy hosszú távra megfelelő társat találni. És mondta, figyelj, Lackám, egy szép arc, az megöregszik. Egy jó test, az megváltozik. De a Nokedli. A Nokedli maradt fia. Az öreg bölcs mi? 8. keleti Coelho. Tényleg hagyjuk egy kicsit az evést. Tudjátok, mi a különbség az eredeti és a replika parfüm között? Mind a kettőt árultad? Csak eredetit. Nem, az egyiket meg tudom venni, a másikat nem. Nem, hogy kinézetre, illatra ugyanaz. Szerintem egyetlen egy különbség van, az intenzitás. És én például így tudnám a legjobban leírni szerintem a különbséget a cigány és a nem cigány emberek között. Hogy magamról tudom, mintha lenne bennem egy 10-es szorszó. A jó dolgoknak úgy megtok körül, hát csináljuk, ez az! A negatívnál meg mi értelme van mindennek, de sok. Mikor teljes depresszió, hogy például ott van a legkönnyebben elmondani, hogy egy átlag ember meglát egy szép nőt az utcán, akkor azt mondja, na, milyen dekoratív. Hát én nem. De
nagy szépség! Ki vagy anyája? Ott itt a szabó, ne széke! Ezzel a dumával nincs a jót. Te szólj! Beladtam mindent, akkor várjál. Mondok egy másik példát akkor a te kedvedért. Tudjátok, vannak olyan kapcsolatok, amikor nem a férfi viseli a nadrágot. Szóval amikor azokra a papucsokra... Hát ott voltam fenn náluk, nem vagyok fenn, nem hiszem el, hogy, mert a péntek vagy szombat estét a felesége készülődött, ez már segítkezett neki. Ez ilyen stylist, hogy beleérte magát. A másik felsőt vette az előnyesebb azzal a színnel. Érezd jól magad! Ha nekem lenne azt, és látnám, hogy készülődik. Te mi az anyádat? Mész el? Mennyi? Érezd jól magad? Nagyon jól érezd magad? Ide többet az életben köszönsz. Szerintem még ezt is el lehetne viselni, bár senkinek nem sikerül. Csak hogy így teljesen őszinte legyek, hogy van olyan, amit tényleg még én is utálok magamba, nemhogy más. Hogy én például nem bírnám elviselni, hogyha valamelyik családtagomat bántanák, vagy csúnyán beszélnének vele. Hogy édesapám ma volt, hogy mentünk vizsgáztatni a taxiautót, mert édesapám mindenhova jön velem, mert elég ügyetlen vagyok. Szexi hangzik, nem? Találkozok egy csajjal, apusod. Nem vannak tudva a tiszteletkörök azonnal. Hogy apukám mindenhol jön velem, nyugodtan leültem, nyomkodtam a telefonomat, apukámat rendezgette a taxinak a papírét, és arra vagyok figyelmes, hogy egy vadidegen ember az én édesapámnak ilyen stílusba szól oda. Hé, te álljam odébb a kocsival! Dík. Ugyanezt mondtam, cigány. De is dupláztam. Két itt nagyon megmondtad neki, Lacika. Szavak embere! Az egész az volt a legrosszabb, hogy amire így észbe kaptam, apám átállt a kocsival. Azt mondja, csicska az öreg is, tudod. Sokat barátkoztak. És így az agresszió, meg a feszültség bennem maradt. Ez az agresszió, feszültség érdekes egy témakör. Képzeljétek, amikor bekerültünk a Duma Színházba, el kellett mennünk pszichológushoz. Nekünk miért? Nem csak nekünk a jó képességével, hanem úgy unblock mindenkinek. És a pszichológus olyanokat kérdezett, és a végére hagytam, annyira untam, mert mentem volna haza, főttek a gombócok. A kérdezgeti végére hagytam azt, hogy a jó lakatos úr utolsó kérdés, igen, a családban erőszak vagy bántalmazás volt? Mi számít annak? A nő kérde, nekem mi számít annak? Hát a kiskedi csókol, akik otthon van egy kis kutyánk, kis kanibál. Nagyon barátságos kis amerikai buldog volt, csak mivel kicsi, és nagyon sokat ugatott ezért akkor még. És az öcsém meg nem bírta. És volt, hogy megverte a kutyát. De én meg nagyon szerettem a kutyát, úgyhogy megvertem az öcsémet, csak Andi meg látta, megvert engem. És jöjj az apám, mi ütöd a gyerekeket? Ilyen nem volt? Na, kiskedi csókolom! Kicsibe kell kezdeni, na most. Hát így is voltak problémák, tényleg most ne adj Isten, elmegyek valahol, nem jó főznek. Mi az Isten csinálok?
És így Andi felszáll a villamosra, szózza Tupperváréba a kaját, és bármi van. Hálát adok az élek, meg le is kopogom, hogy tényleg nem mentem messzebbre, mert nekem ott ma hotelben a becsekkolásnál voltak ott problémák. Ott a recepciós csávó mondta, hogy reggeli 10-től az ebéd az meg a la carte. Gratulálok, testvérem! Hát honnan kéne tudnom, hogy mi az az a la carte? Se az általános iskolában, se a középiskolában nem tanították nekem. Tehát utána hívta az barátaimat, hogy mi az Isten étlap szerinti. Tudom, és akkor ez mit jelent? Elmagyarázzák. Szóval ki kell választani, hogy mit eszem. Én döntsem el, hogy mit eszem. Hát nyaralni jöttem életembe először. Hát ilyen döntéseket nem tudok meghozni. Hát Andi, ki teszi elém egyet? Maximum eldöntöm, hogy vagy rakok rá tejfölt, vagy. Berakok rá, mert az úgy jó. Az élet nagy döntése. Akkor biztosra kell menni. És akkor ott voltam, és akkor tényleg ott mondták, hogy gondolom, akkor fedezzen fel itt a hotelnek az egyéb szolgáltatásait. Mondtam, hogy már rengeteg képen van a szökőúton, így a hílyomokról. És akkor mondták, hogy van itt ilyen wellness részleg, meg ilyen masszázs. És még soha nem voltam masszázson, mondom, jó, kipróbálom, miért ne? Csak én féltem, mert hallottam, hogy van egy csomó olyan masszázs, az amikor neki ez az erotikus befejezés a vége. Az milyen ciki, hogy no, dogott cigány gyerek idejárt. És úgy gondoltam, elébe megyek a dolgokhoz, lemegyek, hogy ne legyen férjét, és akkor gondolom, hogy jó napot, én csak férfi masszásod. Wow. Mondom, lehet, ez nem az az út, amire el kéne indulni. És akkor eszembe jutott, mert mondom, hogy ilyen lap volt, csiszka-csuszka masszázs, nem tudom, hogy hülye kínai szavak voltak rajta, nem értek semmit belőle. De mondom, nekem van egy nagyon jó barát, aki tudom, hogy jár olyan masszázs, ahol van ez a boldog befejezés. Mondom, megkérdezem, hogy melyik az, és akkor biztos nem azt választom. Felhívtam barátomat, nem akarom mondani, hogy kit, mert hát nem illik, meg tényleg ez tévéműsornak felveszik, örök életű. A gői stand-upos, úgyhogy. Meg amúgy sokat lépek fel vele, úgyhogy. Ha mindegy, felhívtam Deniszt. Hol mentetek át? Dubajon keresztül már. Hol jön rá így az apa flash? Dubajba. Miért nem a keleti betesünk? Jó, Bahalúza Square. Fate. Telefonok, gidoszosnál. Igen, nekem van édesapám, ismerem is, ő is itt lakik a nagyszobában. Ő is nagyon lusta, néha esemelőre kommunikálok. Valamikor, Tali, jó, 3 perc múlva, konyha. Hogy nekem például egy fiatalabb koromban azzal meg, hogy például én nagyon szerettem volna, hogyha például az osztálytársaim átjöhetnek hozzám ott aludni, mert én tényleg akkor még így nagyon barátkozós típus voltam, mert legalább az unokatesó, és mindig apámat kellett megkérdezni. Akkor itt aludhat az unokatesó? Nem. Aludjon otthon. Ha? Van ágya, nem? Ha? És sakmat volt. És hogy milyen az élet, hogy tényleg van karma, meg tényleg így egyensúly az univerzumban, hogy mostában apukám kérdezi tőle, azt Lacika lassan 30 éves, vagy hát nem akarsz már innen elköltözni? Nem. Van ágyom, nem? Fotel? Emlékszem. A másik meg, hogy utáltam tőle pénzt kérni, mert az én apukám annyit kérdezett, hogy inkább nem kellett a pénz. Szóval, hova mész? Kivel? Miért? Meddig van? Hagyjuk, Fotel, hagyjuk, mert elment a kedvem. És ha adott is pénzt, akkor felírta egy lapra. Én nem nevettem, mert úgy volt szóval, hogy ha én keresőképes leszek, adjam neki vissza. Keresőképes lettem, nem eltűnt az alap. Kifújta a szél, vagy Denis barátom. Ki tudja. És így a legemlékezetesebb randim sérpként egy apukámhoz fűződik, mert életemben először elhívtam egy lányt randizni, még annó általános iskolában, 16 éves koromban. Nem. Középiskolában, nem, mert az osztályok gyorsan mentek, a lányok nehezebben. És akkor így elszóltam. És hát nekem olyan kompenzálom kellett azt, hogy a fotel zsidó is. Úgyhogy arra jutottam, hogy otthon van a kanibál.
elhívom a lány, kutyát sétáltatunk, az romantikus, mondjuk fagyit teszünk, mert az meg viszonylag olcsó. Csak egyetlen egy probléma volt, hogy nekem kanibál előtt annyi volt a kapcsolat, hogy a maradék kaját. Vagy ő ette meg, vagy én. És akkor ez így körbezárult, én egész este képeztem magam, csak kutyás filmeket néztem. Hacsi, Leszi, hazatér, 101 kiskutyát, mi bajom lehet? Hívott a lány, hogy ott van, én szépen felöltöztem. Apámnak szóltam, mondom, apa, egy ezres, jó, Bandi, adjál neki egy ezres, csak írd fel. Mondom, jó, Andi, leviszem magam a kanibát, jó? Szóval jó, vigyed, csak a hámot tedd rá. Mit tegyek rá? Hámot? A Hacsiban nem volt hám. Azt így... És akkor Andi ott magyarázta el neki, hogy egy nagy testű kutyára nem lehet pórászra, mert a kutyában olyan erő van, hogy megindul, és képes megfojtani saját magát. Depressziós kutyával megyek csajozni, most szóltokat lenne alá. Mert szépen elkészültem egyébként nyáron rajtam, hófehér nadrág, hófehér ink. Úgy nézhettem ki, mint egy ilyen kifordított kinder tojás. Andi, leszórakoztat lenne alá. Andi rászerelt ezt a hámot, én életemben először megfogtam, összecsatlakoztam a kutyával, hogy egy köldög zsinó lett volna. Mondom, ez igen. Olyan erőt éreztem magamban, már nem 70 kiló voltam, hanem vagy 150, vagy 80 kiló szintiszta izom. Lemegyek, kutya megugat minket, én támadom meg, érted? És én nagyon nagy lett az önbizalom, de indokolatlanul nagy. Andi! Adjál még egy ezrest! És írd fel! Írjat! Terezsebben szaladtam, kilépek a kapun, a lány megpillant. Ki ez a fekete Herkulás? És én tényleg úgy éreztem magam kis hófehér szettemben, mint egy görög félisten, aki fogja az oroszlánt. Meg inkább úgy nézhettem kint ez a Michelin bábú. Hurkák everywhere. És a lány nyugtattam, figyelj, nagy kutya ijesztő, de hát nem kell tőle félni. Én neveltem fel. Rám hallgat a legjobban. Milyen fagyit szeretnél? Te csokis vagy, vagy vaníliás vagy, vagy... A kutya leült. Én olyan szívdobogást kaptam, mert nem volt meg a bizalom. A lánynak úgy tettem, mintha minden rendben lenne. Látom, ott a megkeltél a félt, milyen játékos lenne. Gyere ma kurva anyádat. A kutyát meg se tudtam mozdítani. És egyfolytában olyan érzése volt, ha valaki nézne. Szép lassan felsandítok. Ó. Mindenki engem figyelt. Nem tudom, a szomszédok ilyenkor egyébként megérzik. Marika, nem megyünk ilyen kicsit az ablakba? Nem, én nem ennénk, na. Mint amikor a gyerekek az adventi naptárat nyitogatják, így ültek ki a szomszédok. És mindenki segíteni akart. Mondd neki azt, hogy cica! Cica, gyere! Figyeljen neki, a Marika néni! Vég lesz. És az egészben nem az volt a legrosszabb, hogy nyár, ömlik rólam a víz. Mindenki nekem kiabál, kutya meg sem mozog, akkor megláttam a lányt. Az, hogy végig így állt mellettünk. És az a hang, amit ti lányok, hölgyek képesek vagytok kiadni. Nem azt tettünk le teljesen, de a férfiak rá fognak ismerni. Áll a lány. Hát ebben a hümben mennyi minden benne van. Hát nincs egy szó. Ha drágám, elmegyek a fiúkkal inni, jó? 10 fele jövök, szeretlek. Ilyen 9 fele. Jövök, jó? Szeretlek. Nem megyek sehova. És én vagyok a csicska? Meghallottam ezt a hümmet. Mondom, hogy már neked álljon fejebb, aztán megyek a vadállattal. Pont vagy. És persze nem mondtam, mert első randi, az volt a szerencsém, hogy Andi anyukám szintén végignézte az egészet az ablakból, és lejött nekem segíteni. Elmondta a lánynak, hogy a kutya egész nap rosszul van, nem lehet vinni sétálni, fel kell vinni. Tehát nekem meg fel kellett mennem átöltözni, mert
kövér emberem, a vizes fehér az annyira nem esztétikus. És felmentem átöltözni, és nagyon ciki volt, én már nem akartam lemenni. Hát inkább, mint hogy apámnak visszaadjam a 2000-et, meg már le is volt könyvelve Andi által. Erőt vettem magamból, lementem, és a lány még elkezdett valami herciáskodni, hogy hallod, Laci, a kutyának a hasafájt, a kis pocója, pocakja, vagy nagy Isten férges, vagy őszintén mi volt a baja? Nem, őszintén? Hát nem voltál neki szimpatikus? Hm? Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Lakatos László! Köszönjük be Dávid Denis! Nem kérek káposztát, köszi. Mindenhol azt teszünk, az már nem, nem. Öti Szabolcsit csináltatok. Ekkora töltelék? És faincino? Akkor nem tudom, egy 6-7 darabot maximum megkóstolom úgy az íze kedvéért. Nem beiglit, azt nem, nem, az biztos, hogy nem. Nem, köszi szépen. Hát ez mindenhol beigli, valahol megyünk. Ugye mama most csinálta a gesztenyéset, még meleg. De akkor abból is, hogyha a sarkánál egy ennyit, hogyha levágsz, azt akkor megeszitek ti, meg akkor a többit egy kis tejjel. Igen, jó van. A gyerekek benn játszanak, hát hogy nem el vannak. Ne állatkodjatok! Persze, igen. Nem, mi ajándékozni nem. Az a lényeg, hogy tényleg a család együtt van a szeretetben. Hát meg amúgy sincs pénzünk. Denis! Denis, gyere! Mi van őt? Jézusom, mi van veled? Betörtek, kirabolták a hűtőt. Kirabolnak ki egy hűtőt? Ha kéhes. Nem vásároltam, nyugodjál már meg, most mit pánikolsz? Most mit fogunk enni? Nyugodjál meg, lesz kaja. Nincs kaja! Itt van a két csarokkal lejjebb, van egy salátás. Rendes jó salátájuk van, tegnap rendeltem salátát. Hm. Jó lesz? De persze, pörköltem. Nem pörkölt, ez salátás, hanem árulna pörkölt, ez csak salátás. Akkor pörköltet máshonnan rendeljük? De pörkölt nincsen csak a te nagy fejedbe, pörköltről nem is volt szó. Ez egy ne akcentusom van, vagy mi az, amit nem értesz? Ez salátás, saláta. A pörkölti elmegyünk? De nincsen, senki nem beszél, de idegesítsél már föl, nincs pörkölt, ez egy salátás. Akcent, mit nem értesz? Akkor mi értelme van a salátának, ha nincs pörkölt? Az, hogy 30 éves vagy, naponta 150 ezer kalóriát megeszel, nem szeretném, hogy megdögöljél, éljél még plusz 5 évet, de legalább egészségeset tudsz enni. Jó lesz a saláta? Jó. Na. Jó. Milyen van? Ettem mozzarellásat, meg cukkinisat, az rendes, az finom. Akkor legyen mondjuk egy cukkinis, meg egy mozzarellás. Két salátát is eszel? Ez igen, büszke vagyok rá. Kell a vitamin pörkölthöz. Úristen. Miért nincs megáldozva, mindjárt dél? Azért mondjuk, mert mindjárt dél. Hát de még vissza akartam feküdni. Meg amúgy is még szeretnék kérni szépen egy kis pohárka tejet, meg egy 3 rút beiglit a tévé elé. Elcsipegetem tévé, sorozat, PS, ca! Ne feküdjél, mert mindjárt jönnek. Kik? Hova? Hát ide ne jöjjön senki. Hát egész évben dolgozok, most 24-25-26-án szerinted én fel fogok költözni, nem, hogy felöltözem vagyok hajlandó, hangom is elmegy. Hát mindjárt levetkőzzük gatyába, azt akkor lehet jönni. Jó, már jönnek. Fürdeni se fogok. 3 napig nem kibírják. Meg jönnek, akkor nagyon egyszerű, rakjál rájuk ilyen izét, szemellenzőt, mint a lovakra, nézzenek rá, tehát nem rám kíváncsiak. Hát én legyek itthon kellemetlenül, meg feszengjek. Meg vagy több bolondulva, biztos, hogy László! Nem. Mit lászlózol? Mit magázol? Ha nagy már én legyek a hibás, de akkor tudod mit?
Nem úgy gatyába leszek, hanem csupaszon. Ezt akkor lehet jönni. Tadesz meg táló, kellemes ünnepeket. Fejezd már be! Ma rájössz! Mindjárt él! Tudjuk. Kelek. Smasszer. Kelek. Noj. Hát ti! Pajtársaim, drágaság, oda szépek vagytok, szopom be neki, de... Mindadok. A töltődök is be, de nagy világ, Isten. Azt nehogy megedd! Mert! Csak ki nem mond! Bármit szent ezen a földön, ki nem mond! Az a vendégeké! De mióta vagyok én betűt állampolgár itt? Hogy a vendégeknek mindent tettek meg semmit sem. Másodlagos vagyok, mindenkihez, csak én nem. Jó, amúgy is mindjárt indulunk. Hova? Minek? Hát ajándékokért. Ajándék? Hát én úgy tudtam, hogy ma megvan minden, azért nincs egy forintunk se. Jó, pár apróság még hiányzik. Apróság? Apróság? Mi van az, hogy te apróságokról beszélsz, az több százer forintot jelent? Hiányzik. Kinek hiányzik? Nekem nem hiányzik semmi. Ajándékvásárlást egy dolgot utálok jobban. Az utolsó pillanatos ajándékvásárlást. Én nem megyek sehova. Hát pedig de. Miért nem csomagolod be a fizetésedet, azt teszed be másodnak a fája alá. Egyszerűbb lenne mindenkinek. Amúgy is vásárolsz. Ott van a vitrínben a sok ital, amiket kaptam. Adod azt. Ha jobb, ha tőlem tudod, ha csak ajándékot kapsz karácsonykor, vagy italt, az is ajándékba kaptam. 95%-ra mondom, fiam. Jó, te is kapsz. Én nem kértem semmit. Nekem tudod, mi kell? Nyugalom. De én valami személyeset akarok. Személyesen egyszerű, lépj be az applikációba, utaljál pénzt, közönybe meg írjál valami szép verset. Na most milyen ember vagy te? Nem elég, hogy attól idegroppanást kapok, hogy pénzt költesz, te végig is nézetnéd vele. Ember vagy te, mondd meg őszintén. Ne vergődjél, László, mert azt nagyon nem szerettem, jó? Hagylak. Egy óra is indulunk, addig ehetsz beiglit. Tejet hozol? Hozol! Na haló, na szia drágám! Na mindjárt megyek dolgozni, mi újság, milyen a strand, jó vagytok? Na hála Istennek! Hallod, a fehér ingemet akartam felvenni, de nem tudom hol van, este még ott volt az ágyon, meg a fehér fürdőruhád. Az mellett volt, de most már se az fehér fürdőruhád nincs ott, se az ink, hogy nem tudod, hogy hol van. Ez inga szekrényben, a fürdőruha meg rajtad. Az a fehér fürdőruha van rajtad, ami jól áll. Aha. Az jó. Ó, fehér fürdőruha, te meg jó barna vagy. Szarszín kompozíció. Jó, biztos nem néznek. Aha. Igen, kinézne. Nem tudom, mert nem vagyok ott. Jó van, add ide egy kicsit az Ákos, létszi. Hogy beszéljek vele, hogy ő is hogy érzi magát. Jó van. Na, szia Ákosok, ki vagyok hangosítva? Nem, helyes, jó van, figyelj. Egy dolgot kérnék. Innentől kezdve jársz el, hogy belement a víz a füledbe, és nem hallasz semmit. Üvöltsé, mint a bolondok. Állandóan. Főleg anyádnak mondjad, hogy anya, anya, bármi van, anya, hogy mindenki hallja, hogy neki már van gyereke, meg családja, jó? Jelenleg, hogyha valamilyen kigyúrt, vagy ilyen izi ópofista csávót anyád közelében van, vagy nézi, akkor meg ennyit kérdezzi, de jó hangosan. A Lászlónak tényleg börtön tetkó van a hátán? Ennyit, jó? Jó van, ügyes legyél, szeretlek, add vissza anyádat. Na itt vagyok, na mindjárt indulok. Semmit, amit mondtam volna az Ákosnak, hogy érezze jó magát. Hát onnan tudjam, hogy azóta mély piszkálja a fülét. Ha lehet, belement a víz, passz, nem vagyok ott. Mi ez a zene? Buliba vagytok, nem is strandon, vagy mi ez? Hogy kajáztok, és kajáldába szól a zene. Aha. A bolondok meg táncolnak. Viccesek ezek a fiatal csávók, mi? Szakadok. Lacikát is ad ide egy kicsit. Szia, Lackó. Étteremben vagytok? Hányál oda?
Ne értetlenkedjél, fiam, hányjál oda. Szeretsz, akkor csináljad, jó? Nem baj, ha Csillára is megy, annál jobb, ügyes legyél. Szeretlek, na, add vissza a Csillát. Na, itt vagyok, na, drágám, elindulok közben. Mi? Lacika elkezdett hányni. Ráment a ruhádra is, mindenki titeket néz, sírok. Ákos meg üvöltözik, mint a bolondok, hogy anya. Á, de nagy jelenet. Na, jó van, intézed a dolgokat, jó? Jó van, szeretlek, érezd jó magad. Szeretlek, szia. Fehér fürdőruha, de... Fenébe már! Mi a baj? Nem tudom megcsinálni a házit. Segítesz? Én? Hát hogy? Mitől különleges a családunk? Ez a házi. Pedig a mi családunk nem is különleges. Ugyanolyan, mint a többi. Akkor a barátaid átjönnek, mit szoktak mondani, vagy mit szeretnek? Enni. Mert mi mindig finomakat főzünk. Be se jönnek, már mi szedjük a kaját. Ha kérnek, ha nem, mi etetjük őket. Nem értik, hogy a nők miért a konyhában vannak, mi meg fiúk különben a szobában. Én meg azt nem értem, nálunk az idős néniken miért van mindig szoknya. Ha meleg van, ha hideg van, mindig szoknyában vannak. Bözsi nénit egyszer látnám farmerban, biztos nevetnék. A lányok meg mindig így táncolnak, lábújt, igen. A fiúk meg sarkalnak, meg csapásolnak. Én is már szerettem tanulni. Elfáradtam. Ja, meg a hangszerek. A barátaim mindig nézik, mert nem nagyon ismerik őket. Cimbalom, hegedű, bőgő, meg a Feri mindig így bőgőzik. A papó meg mindig veszekszik vele, hogy többet gyakoroljon, mert tróger lesz. De már így is az. Pacika, ne ugrálj az ágyon. Apa, mondasz esti mesét? Amikor az ük-ük-ük nagypapád megszoktatta az ük-ük-ük nagymamádat, hogy együtt legyenek. Azt annyira szeretem. Lacika, kivel beszélgetsz? Senkivel. Lassan alvás, fiam. Oké. Apa, mondhatok valamit? Persze. Az iskolába Csokinak szoktak csúfolni. Anya azt mondta, hogy mások szoliba járnak, hogy ilyen barnák legyenek, mint én. De nekem ez még így is rosszul esik. Papám nekem azt mondta, hogy ne legyél sértődéke. Aki sértődéke, ez egy elveszett ember a világban. Te szereted a Csokit? Persze, mindegyiket. Osztálytársait szeretik? Persze. Na látod? Csokit is előbb meg kell kóstolod, hogy tudd, hogy szereted. Az osztálytársainak is előbb meg kell ismerniük, hogy majd rájönnek, hogy tudják te, hogy az egyik legjobb Csoki az életünkben. Szeretlek, apa. Áttalálsz? Apa, apa! Rájöttem, mitől vagyunk különlegesek. Nekünk a családunk az első, a legfontosabb, és mindig számíthatunk egymásra. Apa, hiányzol.
és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Én szép álmokat, Lacika. Nem értem. Nem értem, Lacika, vedd ki a fogszabályzódat. Vedd ki a fogszabályzót, mert nem értem. Ne kiabálj már egyszer, mi is ilyen boldogak leszünk. Mi most is ilyen boldogok vagyunk. Drágám! Igen? Beszart a kutya! Most hoztam fel. Fel tudod szedni? Fürdök! Mondjuk felszedem! Ne, Lacika, neked meg feküdnöd kéne. László, mert démonok között jössz nézni! Neked már rég aludnod kéne, démonok között kapcsolt ki! Nem kiabálok! László! Mi van? Ne kiabálj a gyerekkel! Nem kiabálok! Apa! Igen? Nem tudom felszedni, túl nagy! Ekkor átszalik el a kutya. Apa! Mi van? Beleesett a fogszabályozni. Nem hiszed el, hogy nem bírom. A Szent Család. Lakatos László önálló estje a Duma Színházban. Mi bajod van? Már elmentek. Mondjad már! Igen, elmentek, de hogy? Nem értelek téged. Mert? Mit ver? Már épp elmentek volna. Te meg az ajtóból visszahúzod őket, nem visztek még? Meg te csomagoltatsz. Hát hova csomagoltatsz? A te hibád az egész. Nem elég, hogy itt vannak, megzabálnak mindent. Meg azok is. Jaj, de finom, lerégettem ilyen jó. Megevett 5 gombócot, nem? Számoltam. Te meg azonnal, jaj, akkor szedek még. Örülsz neki. Hát kajakra megmalmoztak. Ilyenkor te se vagy raffinált, meg kitanult. Bezzeg én elmegyek dolgozni, ki tudod számolni, hogy mikor érek haza, úgyhogy amire felérek a negyedikben, a másodikon megpihenek. Azzal is képben vagy, hát, de azok is ugyanúgy hibásak, én nem értelek titeket. Hát hogy lehet, ez vendégségben vagyok, azt összecsomagoltatok minden? Hát nem normális, vagy én is ezt fogom csinálni, átmegyek. Jaj, ez, te az csivász, az a viszki? Jaj, de rég ittam. Hát persze, hogy rég ittam, nem is szoktam piázni, de egy erőszakkal ki fogom bontatni, aztán meg elcsomagolom. Jaj, de nagy az a tévé, jaj, de barul, milyen káromlott. Pont a kombival jöttem. Ne legyél már irigy. Irigy? Én irigy? Fű. Nagyon jó tudod, hogy én még az utolsót is odaadom, de ha én nem adnám oda az utolsót, te kajakra összecsomagoltatod nekik az utolsót, meg az egész izét. Ez egy szófordulat. Odaadom az utolsót, testvérem. Ki adja oda az utolsót? A max a gyerekeknek. Nevetséges az egész. Jó, van, főzök neked másikat. Nekem te ne főzzé! Meg volt a lehetőséged két ünnep között, meg ünnepek alatt. Nem ehetek, amikor kész van, mert a vendégeké. Jönnek a vendégek, megzabálják az egészet, végignézem azt is. Amikor meg mennek ki, akkor meg még te meg a maradékot is oda viszed neki. Nekem te ne főzzé, mert megyek vendégségbe, azt visszaszerzem, amit te elosztogattál. Főzöm, akinek akarsz. Hallod, drágám? De nincs valami új évi fogadalmad? De, nekem csak az van. Most kitalálta, hogy fogok menni futni, minden nap egy 5-10 kilométert edzek, helyesen fogok étkezni, kevesebbet fogok dolgozni, több pénzt fogok keresni. Ezt mikor akarod véghez vinni? Nem tudom, mert így is két műszakban dolgozok. Hát nekem nincs időmizék fogadalmakra, hát engem ne kábítsál, már örülök, hogy élek. Valami rossz szokásodtól nem akarsz véletlenül megszabadulni? Miről? Hát kávézok, meg cigarettázok, vagy nekem már ennyi se jár? Rossz szokás, mindenről mondjak le, így sincs életem. Ja, most légy gyerekek, olyan ízi levelet írtak a Jézuskának, hogy jövő karácsonyra nem állok fel belőle. Tesse, nem tudom, mit fogunk csinálni. Tudod, mit fogok megfogadni? Idén nem leszek öngyilkos. Azt talán be tudom tartani. Melyik volt már? Micsoda? Mi micsoda? Valaki megette a sütimet, ezt nem hiszem el. Ha kaptatok ti is, melyik volt? Biztos kiraboltak. Kirabolnak ki? Aki éhes. Dezsavim van.
Fű, tehát engem nem az érdekel, hogy megeszitek, bár kaptatok ti is bélpoklos család. Miért nem lehet akkor szólni? Tuti, te voltál, nagyon csöndben vagy. És akkor mi van? Baleset volt. Baleset? Nem átkoznak baleset. Hát nem szégyeled magad? Tettél te is. Hát állítólag te is diétázol. De itt életmegosztásról van szó, nem ételmegosztásról. Hát meg amúgy ez már nem ilyen megosztás. Hát kajakra húzogatsz. A saját nőm engem lehúz. Hát nem szégyeled te magad? Nem, és jól is esett. Jól esett. Nem átkoznak, nem mondok semmit. Tudod, akkor mi fog jól esni? Süssél nekem palacsintát. Majd este 11-kor sütök palacsintát. 11-kor? Andi anyám az megcsinálja. Na, mert ő az anyád. És nem is húzogat. Lehet neki esni, ezt meg addig magamnál tartom. Nehogy megint ízni, hogy baleseted legyen, vagy neki. Szevasz. Anyád, jó van? Mi? Anyád, jó van? Itt a fiam. Mi? Nem ízlik? De. Hát, ha annyira nem ízlik, akkor miért nem megyünk át hozzátok és eszünk ott? Ja, hogy oda nem mehetünk. Ja, hogy akkor egy is értegetni kell. Ez vagy te. Akkor a keresztanyárat se ifatom fel. Az a te bajod. Normális, hogy ráhogy áll a keresztanyára? Hát ez a néni özvegy. Neki nem jár a boldogság, vagy így van? Hát neki férfi kell. Meg várjál, ha ott kezdődik az én barátom, ne menjen már a keresztanyámra, de legyél már tiszteletlen. Na, igazad van. Ha látod. Akkor ne barátkozzuk. Jó, van vicceltem. Meg amúgy is, hát ez a néni a férfi kell, nem gyerek. Ugye? Én sem van a gyerekeket. Két szobáról laktam ennyien. Hol van? Én rólad beszélek, te húgyagyú. De sok minden vagy, csak nem vagy férfi. Neki meg férfi kell. De én... Én férfi vagyok. Ja. Fel sem mernéd hívni. Ha, szóval. Neki. Aha, mellével beszél. Fölhívom, ne tartom el. Igen? Ne tartom el. Ó, na, tessék. Mit csinálsz? Én lesz a karandigunk, beszélj. De nem kell fölhívni. De. Tibike, na. De ne hívj már. Ott, tessék. Hú, de szaladjon volna. Ne én is szaladnám, ne. Hú, várj, de nem is te hívjál. De, már mehet. Várj, mert ki kell mennem, nagyon rossz, hogy omlom. Aha, hol is? De tényleg szaladjál, csak a lényeg. Fújjál be magad után, hőszerelmes! Leszázalékot kaszolom. Hallod, drágám, te mit választottál? Inkább mit nem. És miért vagy kapuzniban? A 15 még vissza fogok jönni, csak kapuzni nélkül, és akkor nem ismernek meg. Gyere már. Nem is szoktál reggelizni, utálod. Saját dolgodat törődjél már. Ki van fizetve. Egy életem, egy halálom, én az állat, ez a válasz. Kisrács, így is háromszor szedett, amit behoztam. Fú, miért vagy reggel ilyen bunkó? Nem bunkó vagyok, hanem élhető. Ne legyél meg, pancsert, gyere utána. Na, akkor mehetnél egy kis gyümölcsöt is. Ne esünk már túlzásra. Vagy mennyit visz egy kilója az ember? 3-4 ezer. Tedd le a telefont hozzá, két lány jövőzte. Na, mit csinálunk ma? Semmit, hétvége van. Pihenni kell. Nem megyünk valahova? Eltaláltad. De olyan jó idő van. Na. Nyisd ki az ablakot, hát. De csak bukóra. Jó, de én menni akarok. Hát mennyi? Hát kitart vissza, úgy nézek ki, mint aki akadályoztat téged. Na. Hát ne lazzá. Még a kabátot is szívesen rád adnám, csak ha nem terveztem, hogy én ma megmozdulok. Terveimet már nem lenne jó áthúzni. De gyere együtt, csináljunk valamit. Hagyjál már! Mert tudod mit, együtt, akkor izé? Gyere ide azt, akkor tévézzünk együtt. Vagy ha izé kooperatív dolgot akarsz, addig a joystickot én játszok, de meg addig menjél ki, azt főzzél.
Hát én nem akarok főzni. Én meg menni sehova. Tudod, mit csinálj most hétvégén? Na? Ha ne beszélgessünk. Hú, de bunkó. Nem vagyok bunkó. Az ablakot, az bukóra, testvérem! Nem vagyok a testvéred! Hála Istennek. De jó, végre kimozdultunk. Te is örülsz neki? Aha, ott van. Mi? Mi? Ne legyél már ilyen ünneprontó. Tök romantikus, nézd meg. Begyújtottam a gyertyákat is. Nagyon szép. Gyújtsd fel a helyet. És mindjárt 60 helyet 600. Mi? Mi? Szerinted, ha más időben találkozunk, akkor is együtt lennénk? Hát szerintem te már évtizedek óta eszed az életemet. Te tuti herceg voltál, én meg hercegnő. A te kis hercegnőd. Nem vagy normális. Hercegnő. Még magamnak a herceget azt adom, de szerintem te csak az ágyason mehettél. Na most ezért szájba húzlak. Mi bajod van? Nem hiszed el, hogy már nem bírom? Hogy ki vagyok ettől az egész koránkeléstől, meg a munkától úgy, ahogy van? Hétfő, de úgy gyűlölöm a hétfőt. Az, hogy vegyem el engem a jóisten. Ez a hétvége meg, kamasz, hiszed van remény, aztán meg eltűnik. Ugyanúgy, mint ez a fizetésem, jön s megy. Ó, van, ne szenvedjél már, korábban kelek, mint te. Megkért rá valaki? Nem. Én sem szenvedek. Akkor meg. Hát ez az, hogy még szenvedni sem vagy képes. Legalább valamit csinálnánk közösen, milyen jó el lehetne együtt vergődni. De veled még az se lehet. Ilyen társ vagy te. Akkor tudod mit? Ne menjél ma. Ne menjek? Hát hogy ne menjek? Hát ilyen egy felelőtlen embert, mint te, a számlák befizetik magukat? Szerinted? A gyerekeknek meg utána izé új ruha kell. Miből? Most kaptak egy csomó új ruhát. Azt ismerem, neked még nem tűnt fel. Amint lenne egy kis izé megtakarított, vagy izé plusz pénz, azonnal jön egy váratlan kiadás. Az eleve kiadta neki ezt, hogy váratlan. Te valaki várná, de nagy okosság. Nevetséges az egész. Hú. Nem bírom, az nem bírom. És az egészben tudod, mi fáj a legjobban? Meg se becsültök. Az nem becsültök meg. De te miről beszélsz? Hát ki nem becsül meg téged? Ti úgy, ahogy vagytok, mint az egészen. Hát amit én elművelek, éltetek, az a teljesítmény, amit nyújtok a családomé, értetek, az lenne a legkevesebb, reggel arra kéne felkellem, hogy az ágyam szélén ott álltok, egymás mellett, tornasorban, növekvő sorrendben, és mindannyian zokognátok, hogy arra kellnék, hogy valamelyik gyerek ma annyira izé fullad a sírástól, hogy zihál, hogy milyen jó ember vagyok, erre kéne kellene minden reggel. Ez lenne a minimum. Na jobb is, ha mész dolgozni. Ezt mondom, látod milyen ember vagy? Vessi oda! Az vessi engem oda. Ó, hogy neked semmi nem jó. Jó van. Ne beszéljünk akkor. Zokognotok kéne! Ott sírni, ahol senki nem lát! Na jó van, akkor ne beszéljünk. Na jobban vagyok. Húsvét alkalmából köszöntelek téged. Meglocsollak, mert ez a lényeg. Elneher vagy, meg szép legyél, mert ha smink nélkül vagy, az bizony kemény. Filter helyett most a Kölnitől várod a csodát. Egymás közt szólva, te már elkéstél komán. Vigasztaljon a tudat, hogy a szépség az belülről fakad. Nem kell Kölni, botox. Én akkor is szeretlek, ha már öregen, fogak nélkül motyogsz. Kellemes ünnepeket. Csókollak. Drágám, adsz enni? Szeretsz? Hát nem. Mert? Hát mit mert? Ha van két szép kezed, fogod magad, odamész, kiszeded. Vége a jó világnak. Ez lesz mától. Lakatos László, drága Luther, Andi. Tudom, hogy régen az idegeidre mentem, de
Te elkényeztetett gyerek, miattad lettem. Túl kedves voltál és megértő. Az igazi anya szerető és féltő. Tesómmal, azzal a kis szarral gyakran összeverekedtünk, de dudorokkal a fejünkkel időben lefeküdtünk. Neked köszönhetem az életem. Rád számíthatok, míg létezem. Köszönöm, hogy összefeküdtél apámmal, hogy a család bővülhessen egy babával. Nem az öcsémre gondolok, hanem magamra, akit Nokedlivel hízlaltál dagatra. Az év minden napján szeretlek téged. Mama hotel a legjobb, és ez így marad, amíg csak élek. Mi újság? Mi a helyzet? Mi ott csinálsz? Mit akarsz? Miért akadék bármit is? Csak időltem hozzá, de ha látom, más se lehet. Nincsen pénzem. De tökéletem izét várjam. Na, az tök jó, de akkor sincsen pénzem. De kijött az új játék? Ugye, valami még van? Honnan lenne most onnan, hogy nincsen pénzem? Játékkel, akkor mennyi beszélgessi anyukáddal? De ő küldött ide. Az is egy fainnő akkor. Kösz! Akkor nyírjam le a füvet? Panelban lakunk, milyen füvet akarsz te lenyírni? Hát mit van a ház mellett? Tényleg ott van. Mennyi, akkor vágd le. Csak megkapom játékot? Nem. De akkor minek vágjam le a füvet? Honnan tudja, hogy te akarsz füvet vágni? Akkor mit csináljak, hogy jó legyen? Mossam le a kocsit? A kocsinak a közelébe nem merjél menni. Jó, de akkor mit csináljak, hogy neked is jó legyen, és én is megkapjam a játékot? Én itt tök jól áll vagyok, köszönöm szépen, kedves vagy. De László, léci. Ne érjél hozzám. Jó, bocsánat, de tényleg, mit csináljak? Nem tudom, mennyi keresi magadnak munkát, vagy anyádkádat kábítsa, de engem. 13 éves vagyok, hogyan keressek munkát? Hát nem tudom, old meg. Én tök jól el vagyok, ez a te problémád, nekem nincsen semmi bajom. Biztos? Biztos. És hogyha elmondanám anyának, hogy azt mondtad rá, hogy kövér? Ki a kövér? Fejezd már be, bolond gyerek. Ki a kövér? Senki! Haj, akkor megsorolsz. Normális vagy. Én mondtam, hogy csinálni fogok valamit. Te nem vagy együttműködő. Te honnan ismersz ilyen szavakat, hogy együttműködő? Na jó, mennyi az a játék? Egy tízes. Jó, adok egy tízest, meg akkor levágod a füvet. Panában éljünk, minek vágjam le a füvet? Na, köszi azért. Ki a kövér? Senki! Csak lemegyek, holnap levágom a füvet, mert már zavar. Panelba lakunk, hol akarsz te füvet nyírni? Én is ezt mondtam. Figyelj, László. Na? Csúfolnak, ha tényleg mit évő legyek. Hát nem menj oda egyszer. Az iskolatársaim csúfolnak, oda se menjek. Nem rossz logika, uram, de biztos, hogy nem. De mit apa, mondanak? Na? Engem is csúfolnak. Hát azon nem lepődtem meg, Lacika. De miért? Mindegy. De miket mondanak nektek, hogy most mi van? Az, hogy ne zsírjezzem a hajam. Dagi vagyok. Az, hogy nem tudok beszélni. Cigány vagyok. Ja, meg Ákos előzi a haját. Zsidó vagyok. Ákos, te zsidó vagy. Hát félig, mert a cigány vagy. Hát figyeljetek, volt régen, hogy engem is csúfoltak. Az öt davat vagy. Vagy téged is lecigányoztak, mit? Ne, nem foglalkozzatok már! Azok az idők már rég elmúltak. Nem, nekem más mondtak. Lókárú Laci, intelligens, jóképű, Szálkás Laci. Hát azt nem hiszem. De te zsidó vagy. Mondta, hogy van benne, hagyjad már. Egyszerű, nagyon egyszerű, össze kell fogni. Ha téged elkezdenek zsidózni, azonnal mondjad, hogy a Lacika meg cigány. Téged elkezdenek cigányozni, azonnal mondjad, hogy az Ákos meg zsidó. Csapatmunka. De miért, ennyi. De miért csúfoljuk egymást, miért nem összefogunk és megvédjük egymást? Jobb ötlet, mint a tiéd. Nem rossz gondot, akkor meg legyen így, nagyon egyszerű. Téged elkezdenek zsidózni, mondjad igen, az vagyok, és akkor mi van? Téged cigányoznak, azonnal mondjad igen, az vagyok, és akkor mi van? Ha látják rajtatok, hogy nem lesznek idegesek, akkor előbb-utóbb abba hagyják. És ezt lefoglalni? Nem hiszem. De próbáljátok meg. De ha meg nem működik, akkor meg azonnal tudjátok, hogy mit kell csinálni. Ha engem lecigányoznak, majd mondom, hogy az vagyok, Ákos meg zsidó. Ha engem ne zsidóznak, azt mondom, hogy az vagyok, és Lacika pedig cigány. Ennyi, így van, erről van szó. Szép munka, gyerekek, így kell. Te zsidó vagy.
Hogy már, Lacika. László! Mi van? Mi történt, apa? Nem jó rám a fürdőruha! Most mi lesz? Hogyan hiszhattam már meg ennyire? Lehet, hogy csak mosáskor összement a ruha. Jó, Lacika, ne hazudjál, kérlek szépen. De miért nem szóltál László ne zabáljak ennyit? Hát de te tök csinos vagy. Ne nekem, kérlek szépen, jó? És így most hogy megyünk strandra? Hát én amúgy csak akartam strandra menni. Ha pedig alig eszek. Lehet, hogy pajzsmirigyes vagy. Az mi, apa? Jó kifogás. Létezik, hogy az vagyok? Lehet, én is az vagyok. Hogy lenné pajzsmirigyes meg a Csilla, és hányszor voltatok ti a héten a Mekibe? Kétszer reggel. Ja, meg négyszer este. Az akkor szerinted pajzsmirigyesek vagytok? Lehet, a Mekibe kaptuk el. László, az egész a te hibád. Miért az én hibám? Hát most, hogyha látom, hogy jó ízűen eszel, akkor vegyem el előle? Igen, hát miattad nem jó rám semmi. Én biztos, hogy nem fogok menni sehova, hogy viszett a gyerekeket, ahogy akarod. Hát én biztos nem megyek a strandra. De én akarok strandra menni. Te, pajzsmirigyesen lehet strandra menni? Nem vagy pajzsmirigyes. Akkor meg menjél is, akkor vegyél magadnak valami fürdőruhát, ami jó. Jó, de az veszek egy új papucsot is. Anya, micsőd. Jó van, menjél, drágám. Lackó, elkísérsz? Aha. Tudod mit, hazafelé akkor mi beugrunk a Mekibe. Figyelj, már úgyis pajzsmirigyesek vagyunk. Pajzsmirigy, de nem kell annyit zabálni. Kit hívjak fel? Yes, Lacika! Bocsa! Édes jó Istenem! Csak eljöttél! Éde, hogy ne jöttem? Gyere, de szeretlek! Édes jó Istenem! Rendes jó nézel ki, vasz meg! Tudod, hogy hiányoz? Azt hittem maragszol rá! Hogy maragudnék rád? Mennyit folytál? Ó, te jó Isten! Tudod, hányszor könyörögtem a jó Istennek, hogy legalább neked jöjjön össze. Két szép kezed, hogy a családodat el tudja tartani. Hát össze is jött, de hát akkor azért neked köszönhet. De neked jó megy a soron? Figyelj, van most pénzed, minden? Vagyok. Figyelj, az ember nem fog panaszkodni, nem? Hát nem is szabad, nem minek. Nincs kölcsön két kilód? Te senki házi, ezért vetted fel a telefon! Te most kajak, engem akarsz lerángatni? Ezért imádkoztad, hogy utána meg visszakér! Ja, hogy akkor most már vissza fogom kérni, nem? Mert mit gondoltál még? Jaj, figyelj, hallod, a gólya verje el a csőrével a halántékodat! Csodálkozol, hogy nem hívlak, menjél el magadnak! Kurvára nem fogytál le, bozd! Aha, de fogytam! Sok munka, az még sincs pénzem. Kit hívjak akkor fel, a musimbét? Az előbb a fogát húzatja ki, mint hogy pénzt adjon. Istenem. Elnézést. Kicsit túlpörögtem. Nem, te ne haragudj. Nem, tényleg én voltam a izé. Tényleg vékony vagy. Te is te jóra való vagy. Hol lennél már kódos? Azok nem jönnek. Nincs egy cigit? Pöjj te! Cigit sincs. Istenem te. Cigit sincs. Hozz a picsába. Gólyákról beszélsz, senki háza. Lenne se adnék, az nem adnék. Látlak! Nem az enyém!